Az üvegfúvást az időszámításunk előtti első században Palesztinában találták fel. Ezt követően a rómaiaknak volt nagy szerepük az üvegművesség fejlesztésében, amikor már körülbelül 100 sablon alapján fújták az üveget, létrehozták a tároló üvegként használatos tárgy elődjét. Az üvegművesség későbbiekben a mai Nyugat-Európa területén alakult ki, ezek közül is az olaszországi Murano emelkedett ki. Itt alkották meg a híres velencei kristályt, egy sötétzöld üveget, amelyet aranycseppek díszítenek. Lássuk, hogyan dolgozik egy mai üvegműves. Napjainkban a kézművesek nem használati tárgyakat, inkább dísztárgyakat állítanak elő. Az üvegművesség a kézműves mesterségek egyike, ahol egyedi tárgyakat, dísztárgyakat, poharakat, lámpákat készítenek. Az üvegműves dolgozhat megrendelésre, vagy létrehozhatja saját kollekcióját, amelyet aztán helyi vagy országos vásárokon, galériákban, ajándékboltokban tud értékesíteni. Először kitalálja a tárgyat, papírra veti ötletét, majd meghatározza az elkészítés módját, technológiáját. Utána kiválasztja a megfelelő anyagokat, hogy milyen minőségű és stílusú üveggel dolgozzon. Majd az üvegmegmunkálás következik. A kiválasztott színtelen vagy színes üvegolvadékból préseléssel, öntéssel, fúvással vagy húzással meghatározott alakú és méretű, egyedi tárgyat formáz. A kész üvegforma a kihűlés után még csiszolásra vár. Előfordulhat, hogy bizonyos részeit kifúrja, vagy beleír valamit, esetleg ráfest az üvegre. Amikor már a díszítés is megszáradt, az elkészült tárgyat ellenőrzi, majd csomagolja, és elszállítatja a megrendelőnek vagy az értékesítési helyre. Esetleg maga viszi vásárra. Nagyapám üvegműves volt, és gyerekkoromban szinte mindig ott voltam nála, és akkor megfogott ez az egész, ennyi. Szakma szépsége. Talán az, hogy minden nap változatos, nincsenek egyforma dolgok. Mindig azt kell csinálni, amit épp az aktuális megrendelő kér, az mindig változó. Nagyon sokféle eszközzel dolgozik, ezek elsősorban a tervezéshez, az üveg felmelegítéséhez, az öntőformák elkészítéséhez, valamint a felületi megmunkáláshoz szükségesek. Van számítógépe, kemencéje, üvegolvasztó gázégője, kézi olvasztópisztolya, vannak kéziszerszámai és kisgépei, fúvócsövek, merítőkanalak, forma alakítófák és formavasak, csiszolók, valamint fúrók. Műhelyében találunk továbbá tervező és különféle formázóasztalokat, tárolótartályokat, ládákat és irodai eszközöket is. Az üvegműves legjellegzetesebb eszköze szerintem a keze, a két keze. Ez a legfontosabb eszköz szerintem. Itt a széllap például, ez egy műszénből készült széllap, üvegeknek az alját, fenekét lehet kialakítani vele, lapítani nem ég meg, nem ég bele az üvegbe. Akkor sikeres, ha stílusával, tárgyai eredetiségével ki tud tűnni a többi kézműves közül. Ehhez szükséges a kreativitás, hogy minél fantáziadúsabb tárgyakat alkosson, a kézügyesség, hiszen az üveg megformálásához szükség van a biztos kézre, és az önállóság, mert minden egyes részfeladatot egyedül kell végrehajtania. Az üvegkészítés precizitást, nagyfokú figyelemösszpontosítást igényel. Ha egyéni vállalkozóként működik, jól jön a vállalkozói kompetencia is, hogy hatékonyan gazdálkodjon, nyereségesen működjön. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy legyen nagyon jó kézügyesség, türelem, tanulási készség. Mindig van valami új, amit meg kell tanulnunk. Szeresse azt, amit csinál. Csak akkor fog tudni fejlődni a későbbiek folyamán. Ami még olyan, ami fontos. Egy jó popsi. Egész nap kell rajta ülni. Tevékenységét jellemzően műhelyben vagy üzlethelyiségben végzi, amely lehet saját tulajdona is. Normál munkarend szerint hétfőtől péntekig átlagosan heti 40 órában dolgozik. Alkalmazottként előfordulhat a több műszakos munkarend is. Egyéni vállalkozóként szabadon alakíthatja munkaidejét. Az üvegműves közepesen nehéz fizikai munkát végez. A környezeti ártalmak a használt anyagokból, illetve a munkafolyamatból származnak. A gépek zaj és vibráció ártalmat okozhatnak. Az üvegcsiszolási melléktermékek felső légúti megbetegedéssel járhatnak. A gépek és az üveg használatából balesetveszélyes helyzetek adódhatnak. Az egészségügyi követelmények a munka jellegéből, illetve az anyaghasználatból következnek. Szükséges a jó állóképesség, az éles látás a formák elkészítéséhez, a jó színlátás többek között az üvegszínezéshez, az épp kar, kéz és ujjak a munkafolyamatok végzéséhez. Hallás és mozgássérült személyek a sérülés típusától és mértékétől függően elláthatják ezt a munkakört. Én szeretem csinálni, imádom az üveget, ahogy olvad, imádok dolgozni vele, kreatívkodni. Vannak, mikor
bizony szabályok közé vagyunk szorítva, és műszaki rajz után kell dolgozni, milliméter pontossággal, viszont van, amikor el tudjuk engedni a fantáziánkat, és díszműárut tudunk csinálni, és olyat, amilyet mi szeretnénk. Ami még nagyon-nagyon jó, hogy rengetegen jönnek vissza, hogy én valamikor itt 5 évvel, 10 évvel ezelőtt csináltattam valami díszműt, és megint szeretnék csinálni. Tehát azért ezt én már úgy érzem, hogy ez már egy kisebb fajta elismerés annak, aki ezt a szakmát elkezdi és csinálja. Nagyobb fajta visszajelzés, amikor a komoly nagy cégek jönnek vissza plusz megrendelésekkel. Anyagilag én azért úgy érzem, megtaláltam a számításomat, bár néha lehetne egy kicsit több, néha úgy érzi az ember, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozik azért, amennyit kap. Ajánlott, hogy a leendő üvegműves otthonosan mozogjon a művészetek és a kémia területén, és szívesen dolgozzon gépekkel, valamint szerszámokkal. A munkakör betöltéséhez az ipari üvegműves szakképesítés szükséges. A képzés megkezdésének feltétele az általános iskola 8 osztályának elvégzése, a betöltött 16. életév, és még meg kell felelni az egészségügyi követelményeknek is. A képzés iskolarendszeren kívül tanfolyami keretek között 960-tól 1440 óráig terjedő képzés alatt végezhető el, melyből 70%-a gyakorlatilag. A végzősöket várják többek között az üveggyártó, az üvegcsiszoló és az üvegfúvó munkakörökbe is. Aki érettségit szerez, annak az üvegműves és üveggyártó szakképesítés elvégzése ajánlott, mellyel további munkaköröket lehet betölteni. Rokonfoglalkozás például a keramikus vagy az üveget és üvegterméket gyártó gépkezelője. Az üvegműves havi bruttó keresete 180 és 260 ezer forint között mozog, szakmai tapasztalattól és attól függően, hogy az ország melyik részén, önállóan vagy alkalmazottként dolgozik a szakember. Napjainkban egyre nagyobb kereslet mutatkozik a design termékek iránt, ezért várható az üvegműves szakma iránti kereslet növekedése is. Én ajánlom mindazoknak a szakmát, akik jó kézügyességgel bírnak, akik szeretnének kreatívan dolgozni, de nem hátrálnak meg a kötöttségek elől se, akik bírnak 8 órát ülni a fenekükön. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.